neki csillagok háborúja. Én ezt a címet adtam neki. Az egyik csata Egerben zajlott le. Már nagyon régen, még jóval a rendszerváltás előtt, de azért már Krisztus után. Először a törökök álltak nyerésre, de aztán kiegyenlítettünk, majd meg is nyertünk a csatát. A magyarok csapat kapitánya Dobó István volt. Egyébként egyik ütközet folyamán ő is halálos sebet kapott, de kigyógyult belőle. A törökök hamar be akarták venni a magyar kaput, de az zárva volt. A kapuk őrzője beadta a kulcsot. A portárnak. A portás bácsi résnyire kinyitotta a kaput, így tehát mindig résen volt. Így jól láthatta, honnan támad a török. A törökök egyik brigádvezetője, Jumurcsák volt, aki pedofiliáért körözte. Szabad idejében gyerekeket rabolt. Egy szemmel rendelkezett, így nem zavarta őt a periférikus látásból. Mindig a magyar harcosokon tartotta az egy szemét. Ez egy szemét, mondták rá. Na jó, ez csak egy kis szójátékos vicc volt, hogy felfogalmazásom ne menjen át monotóniába. Egyébként bocsánat, kicsit csapogok, de ez a kurva ventilátor mindig szép ilyen jegyzeteknek. A magyarok nem egyformán büntették az árlást. Aki hazát árult, azt felakasztották, aki egri bikavért, azt nem. Habár Dobó kapitány azt mondta, aki szolgálatban van, bort nem ihat. Mire azt felelte, bor nem vissza, dehogy nem. A várban a férfiakon kívül nem csak nők, hanem asszonyok is harcoltak. Gyerekek azért nem, mert a harc pont tanítási időben zajlott. Habár néhány gyerek inkább a csatát választotta volna matekdoba helyett. Az erő csata nagyon nagy volt, mivel még a mai napig is ezt tanuljuk. Ugyanakkor a magyar vendégszeretetet mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a falra mászó törököket az egri nők forró bambújással kínálták. A létráról lepotyogó töröknek ez meg is feküdte a gyomrát, meg a hátkerincét is. A magyar betonút építők szociális brigádja is a törököknek szurkolt. Megkátrányozott is. A kátrányos helyzetű törökök visszavonultak. De csak azért, hogy új erőt gyűjtve lerohanják a várat, ez nem várhatott magára sokáig. A harcot csak egyetlen légiriadó zavarta meg, de nem volt semmi baj. Kiderült, hogy csak Leonardo mester tévedt el újonnan feltalált égi repülő masinájával. Ezt is várják már otthon. Mondta Lisa, a hóvilág városnál. Mivel ebben az időben nem nyílt hóvilág, így Liza is ráért harcolni, de ő a bájait vetette be. Mikor egy török behatolt a várba, megmutatta neki kellene. A töröknek erre leesett az álla, arra meg a feje is. Igaz, ez utóbbi Dobó kardjától. Ennek ellenére egyre több török hatolt be, így már elveszi látszott a vár. Ekkor azonban jött egy énekmondó langos gitáros, akit Radics Bélának hívta. Ő találta fel a tűzkereket. Ez aztán nagy pusztítást végzett a törökök és az operett rajongók körében. Győzelmünk híre a távol messzi keleti országokba is eljutott. Ezért is nem támadtak meg minket. Egy méltán elhíresült Gésa könyvet is írt a csatáról, Gátoni Gésa Ármében. A történetről film is készült, benne felbukkan a nagy sivatagból elnevezett művésznő Góbi Hilda alakja is. Az egri vár csekély maradványa pirisboros jelű található. Zömét elhordták a színesbőrű építési vállalkozók. Jó lenne, ha a magyarok a mai napig is így összefognának, de nem ennyi török.